Köszöntöm Önöket, indul a Keceli Körkép a hét legfontosabb híreivel. Elkezdődött a 26. Floravirág Fesztivál. Ünnepélyes megnyitó a Városi Sportcsarnokban. Fejlesztik a közvilágítást és folytatódik a közmunkaprogram is Kecelen. 40 év után mondott le. Császár Ferenc nélkül folytatja tovább a Kecel FC. Erima gyermekbajnokság a Városi Sportcsarnokban. Kedves nézőink, műsorunk elején szeretnénk megköszönni azt a sok-sok bíztató szót, telefonhívást és támogató levelet, amelyet a képviselőtestület múlt heti döntése nyomán kaptunk Önöktől. Mindezek megerősítenek bennünket abban, hogy a Kecel Média jó úton jár, jól szolgálja az itt élőket. Bízunk abban, hogy Kecelváros képviselőtestülete kizárólag szakmai és gazdasági szempontok alapján kíván dönteni e kérdésben, s akkor lehetőségünk lesz arra, hogy a pártatlanság zászlaja alatt a jövőben is Önökkel, Önökért dolgozzunk nap mint nap. Péntek délelőtt ünnepélyes keretek között megnyitott a kapuit a 26. Floravirág Fesztivál és 10. fazekas kiállítás. A vendégeket Haszilo Ferenc polgármester köszöntötte, a háromnapos rendezvényt Bányai Gábor, a megyei közülés elnöke nyitotta meg. Több száz vendég jelenlétében nyílt meg a 26. Virágfesztivál, amely évek óta ezreket vonz Kecelre. Idén a szervezők a század elejé divatot helyezték előtérbe, különböző szalonhelyiségekben, korabeli asztalokkal, székekkel mutatták be az adott korra jellemző stílust. Felállították a város karácsonyfáját, amelyet egy keceli lakos ajánlott fel. A sportcsarnokban látható a keceli belvárosi római katolikus templom kicsinyített mása, előtte harangláb és adventi koszorú. A kiállítást Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. De jó magam is, és sok ezer, tízezer ember, nő és férfi, gyerek és idősebb honfitársunk megtanulta azt, hogy igen, tényleg lehet szépet alkotni virágokból, élőből, vágottból, szárazból, vagy bármilyen más hulladéka tűnő az utcáinkon, a kertjén belül, akár hulladékatű levelekből is díszeket látni, készíteni. A művelődési ház nagy termében látható az idén 10. alkalommal megrendezett fazekas kiállítás, melynek szombaton délután lesz a megnyitója. Emellett több kiállítás, kirakodóvásár, virágvásár, keceli ízek utcája, kisállatkiállítás, mikulásfogatok várják a látogatókat. 200 darab köztéri lámpatesnek egyelőre nincs nyoma Kecelen. A meglepő tényre a közelmúltban derült fény, amikor a tervezett elektromos hálózat korszerűsítés miatt felmérték a város közvilágítását. Mint arról már hírt adtunk, 33 milliós beruházás keretében tervezi Kecel önkormányzata a helyi közvilágítás korszerűsítését. Az előkészítő munkálatok során, amikor felmérték a lámpatestek állapotát, kiderült, hogy 200 darab lámpa csak papíron szerepel. Az a cég, amelyik ajánlatot tett nekünk, hogy szereljük fel ezeket az energiatakarékos égőket, kiment konkrétan az utcákra, végigjárta autóval, és megnézte, hogy milyen teljesítményű égők, hány darab van felszerelve, azért, hogy ki tudja számítani, hogyha ezeket, hogy milyenre lehet cserélni, ugye attól függ, hogy milyen messze vannak egymástól a lámpaoszlopok is, mert ugye a megvilágítás miatt ne legyenek rések, kihagyások, sötét foltok, és emiatt végigjárták az utcákat, és hát az ő számítás, vagy hát az ő tapasztalatuk volt az, hogy 200 darab égővel kevesebb van kint a közterületen. Az ügyben az önkormányzat jelzése nyomán az áramszolgáltató is vizsgálódik. A vizsgálatok várhatóan egy hónapot vesznek igénybe. Ekkor derülhet ki, hogy hol vannak a hiányzó lámpatestek. Szakemberek elképzelhetetlennek tartják, hogy a 2000 környékén elvégzett legutolsó felmérés óta ennyit leszereltek volna, illetve hogy az akkor elkészült nyilvántartás készítői ekkorát tévedtek volna. Valószínűbbnek tűnik, hogy azok most is megvannak, csak időközben magánterületekre kerültek, például bekerítés révén. Vagyis évek óta privát célokra használják azokat, miközben a villanyszámlát az önkormányzat fizeti. Pontosabb információk januárban kerülhetnek a képviselőtestület asztalára. December 1-én újabb közmunkaprogram indult Kecelen. Ezúttal 17 tartós munkanélküli kapott állást 4 intézményben. Ebben az évben ez már az 5. közfoglalkoztatás városunkban. Ha már tartós munka a mostani gazdasági helyzetben ritkán adódik Kecelen, a közfoglalkoztatás is segíthet azokon, akik hosszabb ideje nem tudnak elhelyezkedni. Segédápolónő vagyok. És mióta munkanélkül? Hú, már nagyon régóta. Hát 2000 óta. Azóta nem volt olyan állásom, ami folyamatosan ment volna.
Mekkora szüksége van a pénzre és a fizetésre? Hát nagy szükségem van rá. Van egy 5 éves kisfiam, akit egyedül nevelek most már. Van egy, ha mondhatom, akkor van egy beteg fiam, egy epilepsziás 19 éves fiam, és akkor meg egy 18 éves lányom is van. Akkor ön az egyetlen kereső a családban? Igen, én egyedül. Mióta munkanélküli? 5 éve. Alkalmi munkákat azért találsz? Persze, hogyne, persze. Mekkora a család? 3 gyerekem van. Mekkora segítséget jelent, hogy most el hát, tudod helyezkedni? Nagyon sokat jelentett most, így, hogy visszabírtam jönni dolgozni. Sok segítséget. Mennyi pénzből élnek havonta? Hát olyan 100 000 körül jövünk ki havonta. A december 1-én felvett tartós munkanélküliek 4 intézményben, a polgármesteri hivatalban, a falugazdász irodában, az óvodában, valamint a kertészeti Kft-nél helyezkedtek el. 3 hónapon keresztül február végéig dolgoznak majd. A munkabérek 85%-át, mintegy 3 millió forintot az állam biztosítja, az 536 000 forintos önrészt pedig a foglalkoztatók állják. A havi keresetük attól függ, 6 vagy 8 órában dolgoznak. 10 személy 6 órában, ők 53 850 forintot kapnak, 7 személy pedig 8 órában 71 800. A korábbi szeptemberben indult közmunkaprogramban 12 fő kapott munkát, ezt megelőzően pedig már 4 pályázatot nyert meg Kecel önkormányzata a helyi munkanélküliek foglalkoztatására. Jövőre folytatódik mindez, de akkor már a Start program keretében. 5 projektet szeretnénk elindítani, és 49 fővel indulna ez a foglalkoztatás, ők is 8 órában szintén, és 71 800 forintos összeget kapnának. Mikortól? Január 1-től márciusig lenne a téli közfoglalkoztatás, és utána április 1-től szeptember 30-áig lenne a többi. Rövid híreink következnek. Az elmúlt napokban Kecelen is beköszöntött a tél első hulláma. Az időjárás előrejelzések alapján a következő hetekben is hasonló időre van kilátás, ezért a szolgáltató udvar felhívja a lakosság figyelmét az ingatlanok előtti területek folyamatos sikosságmentesítésére. Az önkormányzata a város közterületeinek hó- és jégmentesítését végzi. A belterületi utak és járdák tisztítása mellett segítenek a külterületen élő lakosságnak is. Kecelen is beindult a hóügyelet, amely munkaidőben hétvégén, illetve ünnepnapokon is folyamatosan hívható a 20-as 382-04-32-es telefonszámon. Nézői jelzések nyomán a Kecel Média többször jelezte a szolgáltató felé, milyen kellemetlenségeket okoz a lakosságnak, hogy befizetéseiket csak munkaidőben tudják elintézni. Örömmel adjuk hírül, hogy a posta meghosszabbította a helyi hivatalának nyitvatartását. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek heti egy napon, csütörtökön már 17 óráig intézhetik ügyeiket a helyi posta hivatalban. Újvárosban vezetőbeosztásban folytatja pályafutását a Városi Könyvtár és Művelődési Ház munkatársa. Galántai Hilda a napokban nyerte el a Soltvadkerti Művelődési Ház Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatói posztját. Hilda tavaly szeptember óta dolgozott Kecelen művelődés szervezőként. Részt vett nagyon sok rendezvény előkészítésében és lebonyolításában, közreműködött nyertes pályázatok megírásában is. Munkatársa volt a Kecel Városi Televíziónak, ahol a programajánló rovatot szerkesztette, de nézőink is több alkalommal láthatták őt városi rendezvények háziasszonyaként. A Kecel Média stábja ezúton is szívből gratulál igazgatói kinevezéséhez. November 24-én különleges akusztikus koncert fogadta vendégeket az egyik kiskörösi szórakozó helyen. A hazai gangster rap stílus teremtő csapata a Gangsta Zoli és a Carter mellett a színpadon állt a keceli Black Sis is. Lüktető jazz és swing alapok, akusztikus hangszerelés, különleges harmóniák, öltöny, szivar kombó, a 20-as évek szesztilalom, bárszékes, füstös hangulata, szókimondó sorok. Az elmúlt 17 év legnagyobb slágereit adta elő a közeli Kiskörösön, a korábban botrányoktól sem mentes zenekar. A banda most egy jóval higgadtabb oldaláról mutatkozott be, legalábbis a koncert elején. Van, de megverték, tenni, hogy azt adták, hajó, szesztem, menni, felni. Szeretnék, hogy ez a mátok 9, az úgy, 16, 20, semmi, semmi van. A volé nagyobb, vagy a pihenségjából. Tudom, megvárom, mert a nagy szolgáltatom.
Éjszaka folyamán színpadra lépett a Keceli Black Sis is, a négy srác alkotta csapat egyre többet koncertezik vidéken. Volt már több ilyen példa is, például a bikini után is felléphettünk, a tankcsapda után is, úgyhogy szerencsések mondhatjuk magunkat. Punk rockot képviselünk, ez egy ilyen dallamosabb rockfajta, a nevünk pedig ez egy érdekes történet, egy fekete billentyűzetről. Úgy nézett ki a dolog, hogy van ott egy sziszerkó billentyű, és onnan jött az, hogy fekete rendszer Black Sis. Leginkább ezt az amerikai rockot szeretnénk a közönségnek átadni, de ez a saját számainkban végül is nem nyilvánul meg, mert azt magyarul írjuk, meg magyarul is énekeljük, úgyhogy hamarosan jön majd a lemez, az első lemezünk, és az arra nagyon készünk, nagyon várjuk, és beadunk mindent, amit lehet. A múltat elevenítette fel a Csendesősz idősek otthonában tartott ezévi utolsó prevenciós előadás, melyen Földes Ferencné, a Kecel időseiért közalapítvány elnöke beszélt arról, hogy miként vette kezdetét a szociális gondoskodás itt, Kecelen, és mennyit változott az évek során. Kecelen 1966. december 19-én nyílt meg az első intézményi forma, az Öregek Napközi Otthona. Nem csak, hogy a környéken az első volt ez, már a járás területére gondolok, mert akkor járások működtek, majd most is fognak, hanem Bács-Kiskun megyében is az első ilyen létesítmény volt. A mindenkori vezetők, tisztségviselők érdeme a kifogástalan működés. Ma már számtalan szabálynak, előírásnak kell, hogy megfeleljen egy szociális intézmény. De mielőtt a jelenről beszélt volna Földes Ferencné, előkerült egy nagyon régi kép. A keceliekre mondom, hogy az Irma néni. Igen. Lakatos Péter bácsi felesége, Mariska néni. Flajster a néni. Méder néni. Beszedics Mári néni. Nikli Erzsike. Paluska néni, Rózsika néni, bohos lányok, így a keceliek biztos, hogy tudják, az egyik a Rózsika. A 70-es években kiállítást is szerveztek azokból a termékekből, amik a gondozottak kezemunkáját dicsérik. Az ebédlőbe tudtunk egy bemutatót szervezni. Kiskörös járás területén ez volt az első olyan bemutató, most úgy hívnák, hogy kiállítás, amit az intézmény intézmény ellátottjai, gondozottjai készítettek. A játékok az óvodásoknak csuhéból, vesszőből készültek, de születtek ruhából párnák, bőrből táskák is. Az orvosi ellátás is másként működött. Az intézetnek orvosa nem volt, de olyan sem volt, hogy legalább hetenként egyszer egy órába kijött volna orvos, nem ahány körzeti orvos volt, annyi fele tartoztak az elgondozottak, és bizony az sem volt előírás, hogy segítsünk abba, hogy esetleg elkísérni, ha nem tud, vagy ha félszegen ment el, akkor valaki elkísérje. De hát ki mikor másfél, két fő dolgozott az intézetben. De valahogy mindig megoldottuk, mert még ráadásul ennek a közösségnek olyan nagyszerű működése is volt, hogy kialakultak ilyen kis baráti körök. Tehát volt olyan baráti kör, ahol ami kettőből állt, volt olyan, ami négyből, volt, hogy csak az asztaltársaság, és azért nem igazán fordult az elő, hogy az egész asztaltársaságból mindenki egyszerre lett influenzás, vagy egyszerre lett magas vérnyomás olyan, hogy nem tudott bejönni. Tehát odafigyeltek, elkísérték, elkísérte a barátnőjét, elkísérte az asztaltársát, vagy elment a patikába gyógyszeré, mert már oda nem bírt elmenni. Szóval azért ilyenek voltak, és ezek nagyon nagyszerű dolgok voltak. Az intézet jelene is szóba került. Céljuk a városban élő lakosság szociális biztonságának megteremtése, az igénybevevők emberi méltóságának biztosítása.
Levélben köszönt el a polgármestertől és a Keczel futballklub elnökségétől, játékosoktól, szurkolóktól Császár Ferenc, az egyesület szakosztályvezetője. Sokan megdöbbenéssel értesültek a hírről, hogy 40 év után teljesen szakít a keceli labdarúgással az egykori sikeres sportoló. Császár Ferenc a Körkép stúdiójában elárulta, hogy nem tartja kizártnak, hogy egyszer visszatér, de most el akarja kerülni a füves pályát. Köszöntöm a Keceli Körkép nézőit, sporthíreinkben ma Császár Ferenc, a Kecel FC szakosztályvezetője, volt szakosztályvezetője a vendégünk. Engedd meg, hogy egy levéllel kezdjem először, amit a polgármester úrnak, illetve a Keceli Futballklub elnökének írtál. Ebből egy részletet vennék ki. Nézd el nekem, hogy levélben fordulok hozzád a bejelentésemmel. Egyszer eljön az a pillanat, hogy szép volt, jó volt, de elég volt. Miért volt elég? Hát igen. Lehet, hogy vissza kell mennem 40 esztendőre, vagy 42-re. Igen, a futballal komolyan, tehát 1970-ben lettem a Keceli igazolt labdarúgója, és azóta mai napig is ez teszi ki az életemet, vagy ezt tette ki, és nagyon sok mindenen keresztül mentem, úgymond végigjártam ezt a szamárlétrát, a iskolacsapattól kezdve az ifjúsági csapaton keresztül, koptattam a tartalékok kenyerét, ültem a kispadon, voltam 10 évig csapatkapitány a Kecel labdarúgó csapatának, akkor az aktív labdarúgás után megcsináltuk a Kecel 2-t, amivel szép eredményeket értünk el. Ezután még ebben az időszakban már voltak olyan hangok Kecelen, hogy nekünk már abba kell hagyni, mert kicsit kiöregettünk. Ezek után érdekes módon, ez az esemény után még 4 évvel egy megyei első osztályú csapatnak szüksége volt rám, és ott még egy évet fociztam, és utána szintén a keceli labdarúgásba tevékenykedtem. Mindenhol, ahol tudtam, segítettem. A dolog adott volt a tapasztalataim, vagy a megszerzett tapasztalatok rutin alapján. Nagyon sokat tudtam segíteni anno még Zsember Janinak a csapat működtetésébe. Akkor még a Kecel 2 megszűnése után, jó pár évvel már, mint Kecel Seniort vezettem egy pár éven keresztül, amit már úgymond egy kicsit szabadidős labdarúgásnak áldoztuk, és azt a csapatot irányítottam, de igazán az első csapat háta mögül sosem voltam távol, mindig valamilyen szinten, valamilyen formában segítettem a csapat működését, úgymond. Most az, hogy szakosztályvezető pozíció, mit veszít ezzel a Keceli Futballklub? Tehát milyen feladatokat ölel át ez a feladat? Ezt most lehet, hogy fel kellene sorolnom, írásba kellett volna foglalnom, hogy ezt el tudjam mondani. Ez benne van a nevében, hogy a labdarúgó szakosztály. Tehát mivel, és ami szakosztályon belül van, ügy, probléma, tennivaló, mennivaló, az tulajdonképpen a labdarúgó szakosztálynak, a labdarúgó szakosztály vezetőjének a gondja. Most ez jó helyeken úgy működik, hogy van egy elnök, van egy labdarúgó szakosztály vezető, és úgymond le vannak osztva lapok, van technika vezető, van pályagondnok, van edző, van szertáros, van minden. Hát nálunk is nagy részben így alakul, de maga a szakosztályi tevékenységet sokan lehet, hogy azt mondták, hogy önzően csináltam ezt, vagy kicsit önző volt, nem engedtem oda senkit. Lett volna más is, aki csinálja ezeket a feladatokat? Nem konkrétan erre gondoltam, hogy pont az volt az érdekes benne, hogy úgy láttam, hogy ezt nem akarja senki csinálni. Ezt nem, mintha nem szívesen csinálná senki. Voltak személyre szabott felkéréseim, nem azt mondom, hogy hátat fordítottak, de nagyon óvatosan segítettek ebbe a dologba, mert tulajdonképpen mondhatom nyugodtan, hogy mindenki megbízott benne mindenféle, minden szinten. És ezért egy kicsit úgymond rántolták ezt a feladatot, mert tudták, hogy én ezt úgyis megoldom. Hát most... Az elmúlt időszakban egyre sikeresebb a felnőtt csapat. Még egyszer aktuális a kérdésem, hogy miért pont most? Most, amikor az élen van a bajnokságban. Hát az elején, ugye említettem az 1970-et. Na most 70 óta, az előbb is beszéltünk róla közel, illetve több mint 40 év telt el ez a labdarúgással kapcsolatos tevékenységembe. Sok minden megtörtént, tényleg kutas, siker, öröm, bánat,
különböző sztorik, minden megtörtént tulajdonképpen ezen a szinten, ezen a labdarúgás ezen a szintjén minden megtörtént velem, ami megtörténhetett. Tehát most hosszú volt az idő, és mégis nem lettem fiatalabb, vagy 56 éves vagyok, tehát ez a labdarúgó szakozat tevékenység, vezetői tevékenység, ez tényleg átfogó, hogy az előbb is mondtam, és egyre több feladat hárult rám minden tekintetbe ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy az elmúlt években történt dolgok is, kicsit visszamennék 1995-ig, ahol tulajdonképpen 1912 után másodszor lett új alapokra helyezve a keceli futball, mert mint önálló futballklub 95-ben alakult meg. Ugye onnan körülbelül akkor egy 20 fővel, 22 fővel vágtunk neki ennek a futballklubnak, és azt hiszem, hogy az alapjai ezek voltak az, hogy most tulajdonképpen idáig eljutottunk, hogy ebben volt a 95 óta eltelt időszakban kudarcok is, tényleg volt MB3 küszöb, tehát itt tulajdonképpen volt minden. Ebből én mindenik időszakból részesültem. Tehát ott voltam a bajba, ott voltam a ünneplő MB3-as csapat mellett, és talán a munkám miatt nem tudtam igazán annyira pozíciót vállalni, vagy olyan funkciót vállalni a labdarúgásba, ami úgymond fél embert, vagy teljes embert igényel. Igen, ebben a levélben benne is van, hogy az, hogyha átadod ezt a feladatot, akkor mindenképpen segítenél annak az embernek, és ez a munka, amit te eddig elvégeztél az elmúlt években, ez bizony egy teljes embert igényel. És ugye neked emellett van vállalkozásod, van családod, tehát akkor gondolom ez is közrejátszhatod, hogy vége. Igen, ez is közrejátszott. Nagyon, de egyébként tiszteletbe tartott a családom mindig a labdarúgás iránti elkötelezettségemet, mert ha kellett, 2 órával előbb volt ebéd, ha kellett, 1 órával később, ha kellett, a névnap másnap volt megtartva, mert én nekem meccsre kellett menni. Ezzel nem is volt probléma, és talán most sem ez a legnagyobb probléma, hanem ez a hosszú folyamatnak a úgymond a vége. Tehát nem akarom, hogy tulajdonképpen ez rossz szó, hogy vége, hanem... Egy kis pihenő? Úgy is lehet mondani, de a besűrűsödött feladatok, tehát azért sokan nem láttak ebbe bele. És csak látták, jó, Csasi csinálja, ő a szakosztályvezető, csinálja a dolgát, de tehát ez mögött rengeteg olyan dolog van, amit lesz olyan, aki 10 év múlva se fog megtudni, meg 1 év múlva se, más a korlátlan támaszkodni 20 éven keresztül, vagy ebbe a futballba benne lenni tulajdonképpen ebbe a zsákba. Mit szóltak a játékosok, a vezetőség tagjai, illetve a törzs szurkolók? Milyen volt a fogadtatása a hírnek? Hát volt 1-2 telefon, volt jó indulatú, volt rossz indulatú megjegyzés, de többségében aki engem ismer, és aki valamelyest is tudja, hogy milyen munka van e mögött, ahogy nem csak az utolsó 3-4 év a közvetlen szakosztályi tevékenységem ide alatt, hanem ugye előtte az utánpótlás beindítása, a Kecel Senior, egyebek. Tehát azért nem csak ez volt ez a tömör, mondjuk ez nagyon tömör volt ez utolsó 3-4 év, de nem tulajdonképpen csak ez döntött, ez volt a döntő tényező, hogy én ezt most így gondoltam. De előbb-utóbb ennek úgy is be kellett következnie, és én úgy érzem most minden elégedettség, vagy elégedettség nélkül, vagy elégedettséggel mondhatom, hogy én úgy érzem, hogy most a 4 év alatt óriási munkával hozzáteszem ezt a csapatot, ezt a szakosztályt. Úgymond sikerült egy irányba állítani, elé fogni lovakat, fölülni rá. Én most ezt nem hajtom tovább. Üljön rá más, és én azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell ezt a lovakat hajtani. Ki lehet ez a más? Van-e már olyan személy, akiről lehet tudni? Vagy esetleg több személy, aki szóba jöhet? Hát ezt most nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Igen, én azt hiszem, hogy az előbb csak egy rövid említettem a korlátra támaszkodó sportbarátokat. Igen, őnekik is nagyobb részt kell ebből vállalni. Ha azt akarjuk mindannyian, hogy ez a sikeres szereplés, vagy ez a jó folyamat, maga az egész labdarúgásnak ez a jó folyamat, ami most tulajdonképpen Kecelen van, eredményes
szereplése tovább folytatódjon, én azt hiszem, hogy én mondhatom azt, hogy jó utat választottam, akikkel együtt dolgoztam, maximálisan elégedett voltam, soha talán senkivel nem volt konfliktusom, mindenkivel meg tudtam mindent beszélni. Egy kicsit pár megemlíteném, hogy itt a Verba Jurit, aki jövőre lesz 10 éve, hogy az utánpótlást a kezébe adtuk, és azóta hatalmas lelkesedés eredményesen szerepelteti, versenyezteti ezt a gyerekeket, úgymond ezt a gyerekfocit. Hát a Hunyadi Laci, ugye hát az egy örök optimista, örök lelke, állandó lelkesedése, tehát ő lát ebbe a, ő is lát ebbe a keceli futballba a fantáziát, és ő is olyan lendülete dolgozik, hol visszatér, hol kicsit elfárad ő is kér magának, kért már magának egy fél éves pihenőt, visszajött és ugyan a lendülettel csinálja tovább a dolgát. A felnőtt csapat edzőjéről, Doszott Feri barátom, ugye ez nem titok, hogy egyébként is barátok vagyunk, de ugye futball által is, de egyébként is, hát ő is amilyen energiát belefektetett ebbe a csapatba, hogy eljusson idáig, és nagyon, hogy mondjam, higgadtan, észszerűen, megfontoltan tette napról napra dolgát, és itt lett az eredménye. Én nekem az volt a dolgom, hogy ehhez a munkához, amit az edzők elvégeztek, én ehhez biztosítsam a hátteret. Ugyanígy az anyagi, a eszmei, a gyakorlati hátteret ehhez biztosítsam, és ők ezáltal tudtak nyugodt körülmények között dolgozni, és eredményesen. Még egy kérdés így a beszélgetésünk végén. Tud-e egy ember 40 év szoros futball kapcsolat után végleg szakítani a labdarúgással, vagy azért fogjuk még hallani Császár Ferencet, mint a Kecelvárosi Televízióban, mint labdarúgó kommentár? Hát azt hiszem, hogy erre van esély, mint kommentátor beszéljek a pálya széléről, de most úgy érzem, hogy egy kis időre hátat kell, hogy fordítsak ennek a futballnak, mert egy kicsit ez a hosszú folyamat egy kicsit megmérgezett. Kedves nézőink, a vendégünk volt Császár Ferenc, a Keceli Futballklub egykori szakosztály vezetője, neki további sikereket kívánunk, most pedig folytatódik a Keceli Körkép. A 11 éves utánpótlás növendékek kézilabdafordulóját rendezték meg múlt héten a Városi Sportcsarnokban. A 2001-ben született korcsoport a második helyen végzett, így a megyei döntőbe jutottak. Az Erima 2001 megyei selejtezőn a keceli csapat döntetlent játszott a Kecskemét együttesével, a Kalocsával szemben viszont alul maradt. Mivel a kalocsai csapat 10 góllal múlta felül a Kecskemétet, ez kedvezett a mieinknek, akik így ott lehetnek a februári megyei megmérettetésen. Kedves nézőink, hétfőn este a visszapillantóba is megérkezik a Mikulás, ugyanis az alsó tagozatos általános iskolások Mikulás napi ünnepségét vetítjük majd 2010-ből. Kedden a Kecel Sportban az U10-es kézilabda bajnokság két keceli összecsapását láthatják. Szerdán az Életképekben Benvin Sebastian Madesari Verbita szerzetes, míg csütörtökön Földes Ferencné előadását tekinthetik meg. Jövő pénteken keceli körkép, majd azt követően ismét keceli ízek, melyből megtudhatják a Natura halászcsárda a séfjének jóvoltából, hogy hogyan készül az istenek eledele. Ezen a hétvégén zajlik Kecelen a 26. Flora Virág Fesztivál és 10. Fazekas kiállítás. A hagyományos kísérő rendezvények, mint a virág- és dísznövényvásár, virágkötészeti bemutatók, mesterségek bemutatója, borkostoló, cserépvásár, kisállatkiállítás mellett az idei év újdonsága a Keceli Ízek utcája csak helyi termelők által kínált termékekkel. A 10. országos fazekas kiállítás ünnepélyes megnyitója a hagyományoknak megfelelően szombaton 15 órakor lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagy termében. December 15-én 15 órakor a Keceli Musical Studio növendékei a Dzsungel könyve című musicalt mutatják be az Akasztói Faluházban, a belépés díjtalan. December 16-án vasárnap 15 órától Lávakövi Roadshow Fesztiválnak ad otthont a Városi Sportcsarnok, kapunyítás 15 órakor. Közös adventi készülődésre várják a híveket advent 3. vasárnapján a Szent Háromság templomban. Január 6-án vasárnap 19 órakor ismét újévi operett és musical gála lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Fellépők Jan Zakata, Peller Károly, Dolhai Attila és városunk szülötte Szendi Szilvi. Jegyek elővételben már vásárolhatóak a helyszínen. Műsorunk végéhez érkeztünk, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Elkezdődött a 26. Flora Virág Fesztivál. Ünnepélyes megnyitó a Városi Sportcsarnokban.
fejlesztik a közvilágítást és folytatódik a közmunkaprogram is Kecelen. 40 év után mondott le, Császár Ferenc nélkül folytatja tovább a Kecel FC. Erim a gyermekbajnokság a Városi Sportcsarnokban. Mára ennyi volt a Keceli Körkép friss hírekkel, egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Most maradjanak velünk, ugyanis a múlt idézőben Lakner János nyugalmazott pedagógus mesél munkásságáról és arról, hogy miért is élvezi annyira a nyugdíjas éveket. Utána megyei krónika Bács-Kiskun megye legfontosabb híreivel. Mára búcsúzom önöktől, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!